Mukaffa Mahfúz belátta, a négy karmú sárkány pagodájában, a tenger szintje felett 8,849 ezred méterre is múlik az idő, bár valami enyhe gyanú továbbra is motoszkált gondolatai forgatagában, hiszen kétszer ennyi magasságban még talán igen, de feljebb már a levegő se képes magasabb régiókba szivárogni. Múlik tehát az idő, noha bizonyára másként, mint másutt, néha valóban úgy tűnt, mintha semmit sem mozdulna előre. Legalábbis így érezték, akiket egyáltalán valamelyecskét is érdekelt az idő múlása. Atyám, te, akinek bölcsessége Hórusz léptékével sem érhető, áruld el nékem, tudatlanok ó legtudatlanabbjának, terítsd rám ismereteid sátorát, világosíts meg arról, hogy minden író csak egy és ugyanazt a könyvet írja-e életében. Abi al-Mári mester hangyász sünt meg szégyenítő mozgékonyságú nyelvével, még egy utolsót körözött a takonyzöld szíriai füge méznél édesebb emlékeket idéző rózsaszínű repedésében, hogy gondolatait korához illetlen kényszerpályájukról visszakormányozza a gyermeke okításának mezejére. Tudod, fiam, válaszolt minden udvari etikettet és kötelező szóvirágot mellőzve, az írás nagy művészet. Minden írónak megvan a maga könyve. Ez a sorsa, hogy egész életében azaz egy lehetőségek szerint testes könyvet írja, ha millió változatot is fogalmaz, azok csupán ezt az egy könyvet gazdagítják, vagy mossák az érdektelenség kloákájába. Értem, atyám, válaszolt Mahfúz, vagy legalábbis úgy tűnik, értem. Ám visszafelé is érvényes a bölcsesség? Például, ha te befejezed egyetlen könyved, az efezusi betűket, az magától értetődően íróvá avat téged? Nem, gyermekem, felelte lesütött szemmel a bölcs. Ez nem így működik. Csupán a második könyv mutatja meg, író lesz-e valakiből. Én minden könyvet, amit elolvastam, továbbadok. Én úgy érzem magam, hogy én a könyvkiadás egyfajta nagykövete vagyok, tehát nem tartom meg a könyveket, hanem továbbadom. Nem szoktam többször elolvasni egy könyvet, kivéve a rejtő könyveket. Voltak olyan időszakok az életemben, amikor megcsömörlöttem a szép irodalomtól. Ilyenkor válogatás nélkül elővettem a tudományos, fantasztikus könyveket, vagy a rejtőkönyveket, újraolvastam őket, és úgy föltöltődtem energiával, hogy kinyílottam a szép irodalom felé újra. Az idő csak káprázat, gondolta Alajos, miközben hunyorogva szemlélte a Népszínház hátsó bejáratának rámpáján áldogáló, a próbaszünetében ott dohányzó színészeket. Állnak itt, és számtalan szerep él bennük, évszázadokkal korábbi és kortárs egymásba ölelkezve, dzsinként szállnak el belőlük ezek a rollék, a tüdejükből kifújt cigaretta füsttel együtt, távolodó tüneményként lebegnek a szürke homlokzat előtt, mint akinek nincs kedvük a távozáshoz, mert tudják, nem hagytak űrt maguk után. A szerepekbe újabb előadó öltözött be. Folyik a játék az örök jelen elmúlhatatlan pillanatában. Morfondírozott Alajos. Hová tűntek az emberek ebből a városból? Ránk kiemlékszik majd egy emberöltő múltán. Pislogott a fénybe a muzsikus, aki olykor zeneszerzőnek vélte magát.